Kedves nézőim! Latorcai Csaba helyettes államtitkár nélkül nem biztos, hogy ez a projekt létrejött volna. Államtitkár úr, mennyit dolgozott ön ezen a projekten? A kormányzat Európai Uniós forrásból támogatta a Csodarabbik útja című programot. Ennek egy eleme volt a zsinagóga megújulásának a befejezése, valamint a rabbiház, és reményeink szerint további forrásokat tudunk a zsidó zarándokút támogatására, segítésére fordítani, hiszen úgy gondoljuk, hogy miközben az egyik legfontosabb zsidó kulturális gyökér Magyarországon itt hegyalján található, ennek nagyon komoly turisztikai értéke van, amit fontos kiaknázni az egész nemzet számára. Az adás során több riportalany külön dicsérte a kormány és a zsidók közötti párbeszédet és együttműködést. Például a Miskolci hitközség egyik tagja arról beszélt, hogy a havasi temetőt teljesen rendbe hozzák, aztán sok-sok jó szó hallatszott. Tényleg ennyire jóban van a kormányzat a magyarországi zsidókkal? Én úgy gondolom, hogy nem a kormányzatnak kell magát dicsérnie, ezeket a szavakat valóban a partnereink mondták. Én úgy gondolom, hogy ennek a munkának az eredménye abban mérhető le, hogy miközben Franciaországban, Belgiumban és Nyugat-Európa nagy részében a zsidók tömegével vándorolnak ki biztonsági okokból, mert olyan a helyzet, aközben Magyarországon a zsidó kultúra virágzik, és én úgy gondolom, hogy a reneszánszát éli Magyarországon. Kérdezem helyettes államtitkár urat, milyen érzés Európa első zsidó televíziójának nyilatkozatot adni itt Mádon? Én úgy gondolom, hogy a zsidó kultúra és közösségi élet gyümölcsözőségének egy jó bizonyítéka, hogy Magyarországon indult Európa első zsidó közösségi televíziója, és ez azt az együttműködést példázza, annak az együttműködésnek a sikerét példázza, amit itt a beszéd során is elhangzott. Ez az együttműködés igazán akkor jó, hogyha tettekben és eredményekben ölthet testet. Én ilyen tettnek és eredménynek tartom a heti tévé indulását is. Ennél szebb szavakkal nem tudnánk a mádi élőadásunkat befejezni. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és a stúdióba visszavárjuk. Köszönöm szépen.